A vírushelyzet ellehetetlenítette a rendezvényszervezőket, és azokat is, akik fesztiválokon kézműves termékeket árulva jutnak bevételhez. A korlátozások feloldásával úgy tűnt, az ősszel már lehet fesztiválokat tartani, mostanra viszont látszik, hogy a járvány újra belobbanhat. A bátaszéki Bárdos Viktor csilipaprikát termeszt, az abból készített szószokat pedig főként fesztiválokon árulja. Azt mondja, idén nagyjából 20 rendezvényről kellett lemondania. Ezek az éves bevételének közel 60%-át tették volna ki, ettől már biztosan elesett. Ezen kívül visszaesett a viszonteladóknál is a kereslet, így egyelőre nem látja, hogy mi vár rá. Nálunk ez úgy néz ki, hogy ugye 5 napot dolgozunk a kertben, ápoljuk a növényeket, termeljük, leszedjük, szüreteljük, majd földolgozzuk, és a hétvégén pedig eljárunk fesztiválokra, vagy kis termelői piacokra, ahol megpróbáljuk ezeket eladni. Na most ez az oldal az idén az úgy néz ki, hogy ez kimaradt. Bárdos Viktor kistermelő azt mondja, hogy egy kompenzációs pályázatra tudta benyújtani az igényét, ennek elnyerése után egy mindössze egyszeri 125 000 forintos támogatásra lesz jogosult. Ezt 2020. december 31-ig kell elbírálni, tehát a kifizetés legkorábban jövőre lesz esedékes. Azt mondja, sok olyan 30-35 éve jól működő cégről tud, akik csak hitellel tudtak működőképesek maradni. Fischer Sándor, a Tolna megyei kereskedelmi és iparkamara elnöke is úgy gondolja, hogy a rendezvények elmaradása nagyon nagy kiesést jelent a vállalkozóknak, szolgáltatóknak. Vannak köztük olyanok, akiknek a megélhetésük is veszélybe került ezzel. Úgy halljuk, hogy a kormány ennek megfelelően intézkedéseket akar tenni, támogatást akar nyújtani, tehát ez talán pótolni fogja egy részét a rendezvénynek. A további ilyen támogatás, az adócsökkentések, járulékok csökkentése, de ha nincs bevétel, akkor sajnálatos módon az nem segít a vállalkozóknak. Hiszen az adót a bevétel után fizetik a vállalkozók, és ha nincs bevétel, akkor kevesebb a befizetendő adó is. Fischer Sándor elmondta, hogy ez az időszak a rendezvényszervezést, a vendéglátás turizmust, kiskereskedelmet és az egyéb szolgáltatásokat is nagymértékben visszavetette.